Szent Márton napjához évszázadok óta sok babona és hagyomány kötődik, melyeket a mösi zöldkert óvodások minden évben rendre felelevenítenek. 43 gyerekünk van az óvodában, ezen a héten készültünk rá, mert projekthetet szerveztünk. Projekthét keretein belül próbáltuk feleleveníteni Márton nap történetét, a hagyományokat, a népszokásokat. Próbáltunk minél nagyobb élményt szerezni a gyerekeknek. Egész héten programokat szerveztünk, hétfőn már egy összbúcsúztató táncos műsorral, aztán kreatív műhelyünk volt, barkácsoltunk, mártonlámpást készítettünk, volt sok mese, voltak versek, vendégeskedtünk az iskolában, német színházban vettünk részt, és a mai programot pedig a család bevonásával zárjuk. A népszokásban úgy tartják, hogy ha Szent Márton fehér lovon érkezik, vagyis Márton napján havazik, akkor enyhe télre számíthatunk, de ha, ahogy régen mondták, barna lovon nyargalászik, vagyis nem esik a hó, akkor hideg és hóval teli téli hónapok várnak ránk. A zöldkert óvodában hetek óta nagy volt az izgalom, a kicsik már jóval a mártonnapi felvonulás előtt elkezdtek foglalkozni az ünneppel. A gyerekek és a pedagógusaik egyébként nem csak mártonnapja kapcsán elevenítettek fel régi hagyományokat, itt egész évben komoly hangsúlyt fektetnek erre. Nagyon fontos, mint a magyar, mint a német hagyományok ápolása, ugyanis német nemzetiségi óvoda vagyunk, gyönyörű népviselettel rendelkezik az óvodánk, gyakran fel is lépünk benne. Miután megvendégeltük a vendégeinket, lámpás felvonulást szerveztünk, és utána közösen jövünk vissza újra az óvodába.